Február végén volt hét esztendeje annak, hogy a nyíregyházi tekézők bajnoki mérkőzésen vereséget szenvedtek a Városi Stadion csarnokában, így a vasárnapi mérkőzésnek is a házigazda volt az esélyese. Igaz, a rutinos játékosokat felvonultató salgótarjániak már több helyen okoztak meglepetést, ezúttal azonban érvényesült a papírforma, a kiegyensúlyozott teljesítményújtó hazaiak 3300 feletti összteljesítménnyel hétejre verték Nógrádi ellenfelüket. Lényegesen szorosabb mérkőzésre számítottunk, ugyanis a salgótarjáni vendégcsapatban több olyan játékos van, aki igencsak kedveli a nyíregyházi pályát és tudja is játszani. Ennek tudatában készült a csapat, most azt lehet mondani egy kicsit komolyabban, mint az eddigi hazai mérkőzésekre itt ebbe a tavaszi szezonban. Ennek volt köszönhető, hogy mindenki nagyon oda tette magát. Csapatfába is egész egységesen ütöttünk, 3339-et értünk el, ami azt jelenti, hogy újra áttörtük a 3300-as határt. Sajnos a nagy pályacsúcstól még távol vagyunk, de ez a hideg pályának köszönhető, de a lényeg az, hogy mindenki a legjobbját tudta hozni, azt lehet mondani, és ezzel sikerült a fontos csapatpontokat begyűjteni. Vasárnap az Eger ellen lépnek pályára a nyíregyháziak, akik egy idegenbeli sikerrel nagyot léphetnének előre a bajnoki cím felé vezető úton. Az Egerre mindig jó mérkőzéseket szoktunk vívni az otthoni katlanjukban. Azt lehet mondani, hogy néhány évvel ezelőtt folyamatosan diadalmaskodni tudtunk, de az elmúlt 2-3 évben nem nekünk állt a zászló a végén. Én úgy gondolom, hogy most is egy ütőképes, igencsak ütőképes nyíregyházi csapat érkezik majd meg Egerbe, és bízunk benne, hogy egy jó mérkőzésen sikerül majd két vára fektetni azt az Egert, és egy 3-5 arányú idegenbeli győzelmet könyvelhetünk majd el a végén. 15 fordulót követően a 20 pontos NTK áll az NB1 keleti csoportjának élén, megelőzve a szintén 20 pontos fővárosi vízműveket, a 19 pontos Szegvárt és a 18 pontos a negyedik helyezett hétvégi rivális Eger csapatát.